Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy szerelmi jóslás. A jóslás témája a szív nyitás. Akkor nézzük meg itt a kártyákat, ha ő zárkózott, visszahúzódó, ha nem beszél érzelmekről. Itt megnézzük a lehetőségeket, hogy nyitott-e arra, hogy idővel a terveiről beszéljen, vagy kimutassa az érzelmeit. Azt is megnézzük, hogy mit tudsz te tenni ennek érdekében. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, szívnyitás, mint egy személyes jóslás, a díjam 4000 forint. A fő téma itt van középen, és a gólyák jelentik a változásokat. Valami megváltozik körülöttetek, vagy a hozzáállása, vagy a külseje, vagy másképp viszonyul hozzád. Ez a változás lehet egy költözködés is, amit a gólyák még jelenthetnek egy kisbabának a születését. Először megnézzük azt, hogy ő szerete téged. Itt a koporsó az jelentheti azt, hogy ő most visszahúzódó és nem nyilatkozik. Nem nyilatkozik érzelmekről. A koporsó azt is jelentheti, hogy neki előtte még le kellene zárni valamit. Lehet, hogy van még egy párkapcsolata, és ha ő ezt befejezte, és itt vannak a változások, utána nyitott majd érzelmekről beszélni. Amit a koporsó jelenthet, egy régi téma, egy régi kapcsolat, vagy egy kármikus kapcsolat. Szereted te őt? Itt a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, sok minden történt körülöttetek, ami kihat a te saját érzelmeidre is, és lehet, hogy megváltozott a hozzáállásod. Ez lehet egy pozitív irány, és hogy rájössz arra, hogy fontos számodra. Viszont ha ez a kígyó egy hölgyet jelent, és gyakran tényleg így van, hogy van itt egy rivális nő, akkor ez befolyásolja az érzelmeidet, és vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzed, az jobb lenne lezárni ezt a kapcsolatot. Visszatérünk hozzá. Milyen külső hatások vannak nála? Itt a könyv jelentheti a tudást, vagy a továbbképzést, lehet, hogy ott vannak ismerősök, vagy jelenthetik a könyvek azt is, hogy zárkózott, nem beszél arról, hogy kivel tart kapcsolatot, nem beszél arról, ki milyen hatással van rá. A könyvek azt is jelenthetik, hogy ő zárkózott, és nem engedi meg, hogy mások befolyásolják őt, vagy a könyvek azt is jelenthetik, hogy ő úgy gondolja, hogy van külső behatás, de valaki valamit eltitkol előle. Nálad milyen külső hatások vannak? Egy jó fordulat lesz, meg szerencse. Azok a kapcsolatok, amiket te most ápolsz, ez lett baráti kapcsolat, vagy valaki a családban, vagy a munkahelyeden, jó hatással van rád. Most megnézzük azt, hogy nyitott-e arra, hogy érzelmekről beszéljen. A szív nyitás. Így is hívom ezt a jóslást. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Tehát ő mozgásba jön, közeledik hozzád, és ha így van, akkor bizonyára kimutatja az érzelmeit is.
Az is lehet, hogy féltékeny, hiszen ez a lovas férfi lehet egy más férfi is, és néha úgy gondolja, hogy ő nem érdemel meg téged, vagy fél attól, hogy lezárod ezt a kapcsolatot, és belépsz egy új kapcsolatba, vagy fél attól, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Tehát vagy azt jelenti, hogy mozgásba jön, és kimutatja az érzelmeit, vagy fél attól, hogy te megismerkedsz valakivel, vagy van valaki a múltadból, aki visszatér hozzád, és te eltitkolod ezt, és fél attól, hogy te lezárod ezt a kapcsolatot. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy legyen közeledés, hogy nyitott legyen hozzád, hogy kimutassa az érzelmeit? Itt a ház jelenti az otthonodat, hát az lenne jó, ha meghívnád őt, vagy kimutatnád azt, hogy a párkapcsolat stabil, itt megvannak az alapok, erre az alapra ki lehet építeni valamit. Amit a ház még jelenthet, a családi kapcsolatok, lehet, hogy az is segítene, ha lenne egy kapcsolat valakivel az ő családjából. De én a háznál inkább úgy gondolom, hogy hívd meg őt, és ha ő mozgásba jön, közeledik, meglátogat téged, akkor változnak a dolgok. Akarja ő ezt a párkapcsolatot? Igen, akarja, mert hiszen itt vagy látható, amennyiben te egy hölgy vagy, te vagy ezen a képen, szimbolikusan, és te fontos vagy neki. Tehát nem ad ő fel téged, ő akarja ezt a párkapcsolatot. Érdemes rávárnod. A kulcs a te kezedben van, légy magabiztos, és használd ezt a kulcsot, légy diplomatikus. Amennyiben ő titokzatos, akkor légy te is zárkózott. Amennyiben közeledik hozzád, vagy kimutatja az érzelmeit, akkor légy nyitott hozzá, és ezzel a kulccsal nyisd ki az ajtót, hogy jöjjön hozzád, látogasson meg téged, mert pontosan ez, ami most segíteni tud. Érdekes az is, hogy a gólyák jelentik a változásokat, gyakran költözködés, és megjelenik az otthon, meg a kulcs a lakáshoz, vagy a házhoz, és ez lehet egy közös otthon tervezése is. És ez volt a szív nyitó jóslás. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!